akkor elkezdenénk a következő szekciókat. Magam is nagy szeretettel köszöntöm a kedves résztvevőket, örülök, hogy ennyien és ennyi sokféle helyről eljöttetek. Kovács András vagyok, a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület igazgatója, és a ebédszüneti terélő időben az én tisztem, hogy a beszélgetés moderáljon. Ahogy azt már az előttünk szólók is említették, mostantól egy kicsit jobban fókuszálunk a beszélgetéssel, és már kifejezetten vagy Magyarországi kérdések. Nem sokára, mert az meg elvileg délben. Azt reméljük ettől, hogy MyHex-kutatás adatainak egyszerű ismertetésére az egyszerű reflektáláson túl. El tudunk kezdeni egy közös gondolkodást abba az irányba, hogy valójában mire is jók ezek az adatok, illetve most, hogy létrejöttek ezek az adatbázisok, ezek a különböző nyelveken elérhető kiadványok. Itt gondolnám bejelenteni, hogy ha ez még nem adott el, ugye, hogy a konferencia keretében lehetőségünk nyílt, részben a konferencia keretében részben a Brit Megkövetség támogatásával lehetőségünk nyílt arra, hogy lefordítsuk magyar nyelvre a kiadványnak az általános szekcióját, illetve Magyarországgal foglalkozó kis fejezetét, és ez is érkezett ide a konferenciára, úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy az ebédszünetben, vagy pedig a délutáni szekcióban vegyen át egy példát a recepción dolgozóktól. Lehet, hogy lesznek ezzel kapcsolatban egyéb logisztikai tennivalók is, ezt majd a kollégám el fogja mondani. Tehát a továbbiakban Magyarországra fókuszálunk, és azt próbáljuk vizsgálni, hogy azokon a területeken, amelyeket fontosnak tartottunk, hogy megemlítsük, egyrészt mit mutatnak az eredmények, másrészt is valószínűleg az a fontosabb része a dolognak, mit tudunk mi ezekkel az eredményekkel kezdeni. Most három plenáris előadás következik, a három tematikus blokkhoz illeszkedően, hogy ezután Bóth Judit fog egy általánosabb összegző áttekintést nyújtani a Magyarországi adatokról, illetve azoknak a összefüggéseiről, és aztán utána, ahogy ezt látják a programban, a délutáni munkacsoportokban már még konkrétabban, még gyakorlatilag módon lesz lehetőségünk arra, hogy ezekről a dolgokról beszélgessünk, kivatkozzunk, és aztán remélhetőleg a meghatározó plenáris összefoglalóban meg tudunk egyezni, hogy valamit is fel tudunk pillantani egy-két olyan irányt, egy-két olyan gondolatok, lehetőséget, amelyek abban segítenek minket, hogy ezek az adatok esetben csak egy kockázatos publikációban, vagy egy ilyen néha megnyitott website-on legyenek körülöttünk, hanem a napi munkánk során is segítséget nyújtsanak. Elsőként tehát a munkaerőpiaci szekció, illetve a munkaerőpiaci hozzáféréssel kapcsolatos elemzés kapcsán kérem fel Martin Kahanecet, a Közép-Európai Egyetem docensét, hogy tartsam Martin, floor is yours. Thank you, András. Thank you very much. Ladies and gentlemen, distinguished guests, it's my great pleasure also to welcome you here on behalf of the different public policy areas of the government for organizing this event. What I'm going to take you through is are some perspectives on immigration and integration in a more general global perspective, European perspective, and then I'll focus a little bit on Hungary. Now, if the hope is that I'll provide you with answers, well, hopefully so, some, but I start with a question. And the question is, what is actually the question here? What are we interested in? Now, one perspective could be, should be a lot of immigrants on our sacred soil, and under what conditions and terms. Now the other one could be how not to fail and possibly succeed in the global competition for talents. And these are the two extreme perspectives, and you'll see where approximately this end of this. Now the three themes that I'm going to discuss are first the demographic context of immigration and integration and the need for immigrants. Second, migrants in Europe and Hungary. And third, immigration and integration policy perspectives.
If you look at the demographic background, well, the question is where do we stand? How does immigration fit into the demographic challenges that we face? And some of the demographic challenges are aging population, scarcity of skilled labor, also because we have aging and we have shrinking younger cohorts, what I claim is that we have loss in dynamic efficiency in the economy, in the labor markets. That means we have sort of innovation deficit because we know that it's especially younger cohorts that contribute to the innovation potential in the labor market. Now, last but not least, financial risk in social security systems. People coming in, coming out, certain human capital, certain ability to contribute to the social security system also implies consequences for stability. Now, the crisis adds to the difficulties because of the rising risk aversion, economic decline, and that all leads to, often leads to negative attitudes toward immigration and maybe a new 4-3-0 style of policy making. Now, if we look at a few diagrams, we see this diagram shows you the population share aged 20 to 64, so this is share of working age population, and it's decreasing in most of Europe, with a few exceptions. You see in Hungary, it's projected to decrease over the next 10 years, from 2005 to 2020, by about 2 percentage points. Now, if migration were to solve the problem of aging, then we would need to see some countries with positive, with an increase in working age population, some countries with a decrease, and the hope would be that people would reallocate in Europe. But we see that there is very little scope for this. Most countries actually are projected to have larger shares of working age, some smaller shares of working age population over the next decade. If you look at old age dependency ratios, this is the share of old people relative to working age population, it will increase in all of Europe. So this further strengthens the point that intra-European migration is probably another solution here. Indeed, mobility is very low in Europe, relatively low in most countries, and if you look at Hungary, it's extremely low. This is, in fact, mobile EU27 citizens by country of origin. So this is the share of Hungarians outside Hungary, this is a percentage of population. Very, relatively little mobility in Europe. So internal migration doesn't seem to be the solution. We actually run a survey of labor market experts in Europe, and they just confirmed the perspectives that we have that Europe needs immigration from outside of the European Union. 89% of respondents claim that we need at least as many immigrants as we have now, and 57.7% say we need actually more immigrants. And the case is a lot stronger for high-skilled immigrants than low-skilled immigrants. So there is need for immigrants. Now the question is, do we have any? Maybe we have enough immigrants in the country. Migrants in Europe and Hungary. Now, if you look at this table, it shows the share of foreign citizens and foreign-born people in the European Union. We see countries there, such as Spain, which turned from countries of out-migration or emigration to countries of immigration, more than 10% currently. This is 2006 data. Currently, it's almost 14%, if I remember correctly, in Spain. But if you look at Hungary, it's at the bottom of the distribution, very little immigration, small immigrant populations. But it's growing. These charts plot the share of foreign population, well, the gross immigration rates for European Union countries. So here the good message could be that the share of immigrants is growing in Hungary. Of course, this is only immigration, doesn't take into account immigration, because there is this caveat here. The problem was with the data, our migration was really difficult to track, so we didn't do it.
One important question is, if it is really the case that we need, that the labor market needs a special class of immigrants, are they indeed skilled? If you look at this table, perhaps somehow, somewhat surprisingly to some of us, immigrants tend to be more skilled than natives. If you look at Hungary, the share of people with high skill, with high levels of education is slightly more than 11%, whereas among the immigrant population in Hungary, it's double that number. So the message could be, we have few immigrants in Hungary, not too good from the perspective that the population has recently gone below 10 million, so it's shrinking population, aging population, demographic challenges. So we have few immigrants in Hungary. Their numbers are growing. I think this is a good message. And they are relatively skilled, which is also not, which is also a positive outcome. Now the question is, what should Hungary do in terms of its immigration and integration policies? For immigration policy, what's important is that we have bad demographics. There are arguments that Europe needs immigrants, especially skilled ones, to alleviate the demographic problems. Empirical evidence on the effects of immigration is generally positive, okay, it is not negative. There might be local adversities, but mostly positive effects are documented in the literature. Yet, immigration is a problem, as we've seen from the results of MyPEX, and also it's not receiving enough attention in the general discourse and public discourse, in, especially Central and Eastern European countries. We run another survey of labor market experts, and we asked them actually, what would you recommend? What kind of immigration policies would you recommend? A large majority of these experts claim that job-dependent immigration, that means if you have a job, you're welcome to come. This is labor market perspective, so I just want to warn that there are other perspectives that you could add up here. But from the labor market perspective, job-dependent immigration is one emerging here. And selection on education and skill, such as the point system in the UK, would be another possibility that received a lot of support. But any immigration policy can only work if we ensure integration of immigrants. Only then we can, by immigration, help to alleviate the demographic problems. Low fertility, we know in Hungary it's extremely low, 1.35 or so, in Slovakia even less than that. And replacement fertility is something like 2.1. So we are way below the populations are shrinking unless there is immigration. So the question is, how can we ensure integration? Well, first I'll provide you with a little bit of background on this. Do we actually have a problem? Maybe immigrants integrate and there is no issue. So we asked NGOs and all kinds of institutions that are dealing, both governmental and non-governmental, that are dealing with the issue of integration. And we asked them, is there a risk of exclusion for immigrant and ethnic minorities? Here, also ethnic minorities are included, but generally, speaking, this covers people with immigrant background plus some other ethnic minorities. In general, medium, high, or very high risk of exclusion, and increasing. We ran the survey in 2007-2010, we see the situation in 2010 has even worsened, possibly because of the crisis. So there is a problem. If we plot the results from the survey for Hungary and we plot the risk of exclusion against the trend of exclusion from 1 to 3, 3 meaning increasing, risk of exclusion 5 meaning very high risk of exclusion, we see that Roma here are the among the most excluded groups at highest risk of exclusion. And also risk is growing, but we see also some immigrant ex-Yugoslav, people coming from former Yugoslavia, are also at high risk of labor market exclusion. What are the barriers to inclusion? Discrimination, education, language, institutional barriers, lack of information,
and only very few people say the statistical error, no, there is. So obviously there is a scope for immigration policy. What do minorities want? What do this immigrant and ethnic minorities want? This is a question that that is very rarely asked, and we ask that question to a certain, because that question also provides legitimacy to any integration effort, since to some extent. And we see that we've done a good job selecting topic for today's conference, because we see paid employment scores very high. Ethnic minorities and immigrants require or would like to see changes in the area of paid employment, education, and attitudes, anti-discrimination, for example. Also housing scores pretty high in the in this table. Preferred policy principles, how should we run integration policies? And very strongly comes equal treatment. That means no specific provision, no positive discrimination about equal treatment as the preferred policy principle. And if you see respondents representing ethnic minorities, immigrant minorities, have pretty much the same views as all respondents in general. To conclude, you see there is high need for immigration in European labor markets. We have aging populations, we have low fertility, we are losing innovation potential, and populations in some countries are shrinking. In Germany, for example, had there not been post-enlargement immigration despite the transitional measures, the population would have shrunk. The native population in Germany is shrinking also because of emigration. Not only because of low fertility, also because of emigration. Net migration of ethnic Germans or natives is negative. They're leaving the country. Had there not been post migration, the population would shrink. Similarly, in Hungary, we see a debate about this. The clock is ticking somewhere. It's gone down below 10 million recently. So this is an issue. And there is some immigration, fairly small in Hungary still, but growing. And it seems to be skilled. There is this misperception that immigrants are unskilled, typically. And then maybe that's because of the media attention, these stages. But in reality, if you look at the data, immigrants are not necessarily less skilled than natives, and often more skilled than natives. Our problem in Europe is that in some European countries is that we have no consistent immigration policy. And this is dangerous in the long run perspective, where we see that there is growing competition for the world's best brains, for the talents, for the human capital. Also, Europe is not very attractive. In fact, there is another policy area where we can improve. In another survey, we observed that Europe ranks fairly low in terms of its attractiveness to potential immigrants, with some exceptions such as the UK. We have very limited integration policy. We've seen this in the results of the MAPEX study. So we are missing an opportunity here. We're missing an opportunity here. We're ignoring the problem. There's very little, there's I would say, little discussion about this. But we're missing an opportunity, and we're ignoring some important elements of some important trends that are going on in society in Hungary, but also in other countries in Europe. Thank you very much for attention. Martin, köszönjük a hozzászólást és a gondolatokat, és azt érzem, hogy már is egy jóval tágabb perspektívába került a MyPEX által megfogalmazott szakpolitikai keret. Ugyanis itt már nem csak arról van szó, hogy a különböző jogszabályok, illetve különböző intézményi gyakorlatok alapján egy relatív rangsorban hogyan helyezhetünk el egy országot, jelen esetben Magyarországot, hanem arról is szó kerül, hogy melyek azok az érdekek, melyek azok a társadalmi, köztársadalmi vagy csoport érdekek, amelyek mentén egyáltalán ennek a szakpolitikai keretnek a változtatásáról beszélhetünk. Tehát itt világosan kirajzolódott, hogy
egyenként, mintha elbeszélnénk egymás mellett, tehát számomra nagyon feltűnő volt, ez egyrészt a munkához kötött, a foglalkoztatáshoz kötött bevándorlásnak az igénye, másrészt pedig a képzettséghez kapcsolódó és pontszámrendszernek a bevezetése, és a másik oldalról pedig akár a menedék egyesület gyakorlatából, amikor az egyesületben dolgozó szociális munkások éppen egy Európában iskolázatlan és írni, olvasni nem tudó fél éve itt lévő afgán állampolgár megélhetése miatt kell, hogy munkát találjanak, akkor bizony ez elég távol van attól a társadalmi realitástól, amelyet például a szakértők vagy egy ideális bevándorlási képet vizionálók elvárnak. Ez egy tragédiája az európai bevándorlásnak, hogy a szakképzett migrációról beszélünk rendszeresen, miközben van egy jelentős munkaerő kínálat, és mellesleg a munkaerő iránt jelentős társadalmi igény is, de ez nagyon sokszor a szakpolitikai akadályok miatt nem tudjuk egymásra találni. A délutáni szekcióban remélhetően ezt a kérdést tovább lehet elemezni. Szóba került a diszkrimináció kérdése is, mint a munkaerőpiac integráció egy komoly faktora, és ugye, ha emlékeznek, ez volt az a pillére a MIPEX kutatásnak, illetve a szakpolitikai területeknek, amelyben Magyarország jóval az Európai Uniós átlag fölött teljesít, tehát a MIPEX adatok alapján gondolhatnánk azt is, hogy rendben mennek a dolgok, ugye itt a jó-rossz diotómiát kerülve lehet azt mondani, hogy relatíve erősebb ez a terület, mint az egyéb területek. Ugyanakkor itt is, hogyha megpróbálnánk gyakorlati perspektívába helyezni az eredményeket, akkor lehetséges, hogy ez a kép árnyalódna. Én erre kérném fel a következő előadónkat, Farkas Lillát, aki az Egyenlő Bánásmód Hatóság Tanácsadó Testületének elnöke, hogy tartsa meg bevezető gondolatait. Köszönöm szépen, András, jó napot kívánok mindenkinek. Hallgatottak egy kicsit be abban a szempontból, hogy mit keresek egy migránsokkal foglalkozó konferencián, annak ellenére, hogy diszkriminációval foglalkozom. Én gyakorló ügyvéd vagyok 98 óta, és 8 évig foglalkoztam menekült ügyel és bevándorlás politikával és egyéb dolgokkal Magyar Helsinki Bizottságnál, úgyhogy mióta Magyarországon a bevándorlás és állampolgársági hivatal felállt, azóta vittem ott ügyeket, idegenrendészetieket, nagyon sokat például határon túli magyarok letelepedésével kapcsolatban. Én nekem az a prédom, hogy szerintem csak egy nehezebb műfaj van a jobban az antidiszkriminációs jog alkalmazásánál, amikor az ember úgy rendszeresen légyként rákapcsol a falra, amikor a jogállami normákat számunk érje a hatóságokon és a bíróságokon, és ez az idegenrendészetnek a területe. Én azt gondolnám, hogy Magyarországon vannak jogszabályok, és ezeket lehet mindenképpen értelmezési keretbe rakni, és összehasonlítani őket azzal, hogy más európai országokban mi történik. De ezek egy olyan szintű diszkréciót nyújtanak a hatóságoknak, ami lényegében az én álláspontom szerint, és azt mondom, 8 év tapasztalatára alapozom, ami lényegében aláássa a teljes demokratikus működést és a jogállami jogalkalmazást. Na most ezzel a kicsi bevezetővel hadd vágjak bele abba, amiről az András megkért, hogy beszéljek. Ugye nehéz dolgom van, amikor az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatáról kell beszélnem, illetve bármilyen fajta stratégiai vagy strukturális fellépését. Hagyd tegyem hozzá, hogy én nem az az ember vagyok, akit az állam alkalmaz arra, hogy ügyeket vizsgáljak az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál. Én a megmondók és a húhogók közé tartozom, mert a tanácsadó testületben ülök. Tehát, hogy én nem végzek az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál napi munkát, viszont mindenképpen követem a jogalkalmazási gyakorlatokat, sőt, egy olyan szerepem van másik 5 emberrel együtt, akik szintén a tanácsadó testületben ülnek, hogy próbáljuk segíteni az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak a jogalkalmazását. Most önkritikusan hadd jegyezzem meg, hogy a migránsok, legyenek ők akár EU állampolgárok, akár harmadik országok állampolgárai, nem szerepeltek az Egyenlő Bánásmód Hatóság stratégiájának a fókuszában, de még prioritási csoportként sem lettek meghatározva az elmúlt 6 évben, mióta az EBH működik. Ennek szerintem két oka van. Egyrészt, hogy az első elnök alatt nem volt stratégia,
Másrészt az, hogy nem nyomta senki sem ezt a területet a tanácsadó testület részéről sem, és azért mondom, hogy némileg önkritikusan szeretnék itt most fellépni, mert én sem tartoztam azok közé, akik azt mondták, hogy ez a legesleges, legfontosabb terület ma Magyarországon, és a migránsok azok, akik a legdurvabb diszkriminációt elszenvedik. Miért mondhattam ezt, hogy egy kicsit hagyd legyen meg valamit a pódiumra? Ugye, hogyha megnézzük, hogy mi az a kör, mi az életnek az a pár területe, amit elsőként lefed az egyenlő bánásmód törvény, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ugye pontosan nem azzal foglalkozik. Tehát én azt gondolom, hogy a migránsokkal kapcsolatban ugye a jogszabályokkal van a gond, és a hatósági jogalkalmazással, míg az RBH pontosan nem ezt a két területet vizsgálja elsősorban, hanem a foglalkoztatással, a lakhatással és egyéb dolgokkal foglalkozik. Most mit tud csinálni? Ugye vagy azt megvárja, hogy egy migráns jön, és Don Quixote-ként bekimegy a szélmalomnak, és azt mondja, hogy én most itt kivívom a jogaimat, vagy azt tudja mondani, hogy indítok hivatalból eljárásokat, és megnézem, mert bizonyos hatóságok, főképp hatóságok, mert ott egy ilyen szűk hatásköre van az EBA-nak, mit is csinálnak a migránsokkal. De most nem csak a migránsokkal kapcsolatban, de más védett csoportokkal kapcsolatban sem volt az a szokása az EBA-nak, hogy ilyen hivatalból eljárásokat csináljon, és én azt gondolom, persze ez tűnhet egy rendkívül demagógia és könnyű érvnek, hogy valamilyen szinten védhető ez a hozzáállása, hiszen azért olyan túl sok pénzt arra, hogy ilyen típusú tevékenységeket folytasson, és akkor itt majd látjuk, hogy milyen operációs rendszerrel, milyen elképesztő szakmai tudással kell rendelkezni az, hogy az emberek hivatalbeli vizsgálatot lefolytasson. Ez nem állt ez az EBH-nak a rendelkezésére. Én azt gondolom egyébként, hogy miután itt számos civil szervezet képviselője ül, akik egyben akadémikusok is, tehát hogy most viszont van az EBH-nek egy olyan vezetése, ami nyitott a stratégiai gondolkodásra, és hogyha úgy gondolják, hogy a sok állami jogvédők között, itt beszélek az ombudsokról, az EBH-ról, illetve egyéb más intézményekről is, ha úgy gondolják, hogy a sok bába között elveszett a gyerek, a migránsoknak az ügye, akkor talán érdemes lenne átgondolni azt, hogy most új erővel egy kisebb lobbyba bele kéne fogni, és mondjuk az EBH-t megszólítani ezzel a feladattal. És azt, hogy hogyan csinálják, azt nem tudom. Tehát, vissza az egyedi ügyek szintjére, megnéztem az RBH-nak a honlapján, hogy milyen ügyekkel foglalkoztak, és aztán később elmondom azt is, hogy mi az, ami számomra nagyon érdekes volt, és mi az, amivel nem foglalkoztak, mert nem foglalkoztattak. 2007-ben volt egyetlen egy darab ügyük, ami migránsokhoz kapcsolódott, az egy Magyarországon letelepedett román állampolgárnak volt az ügye, aki egyszerűen nem tud banki hitelt szerezni arra, hogy egy 100 000 forint értékű házi vozi rendszert vásároljon 4 hónapos hitelre. Mert olyan volt a hirdetmény a banknak, hogy itt csak az igazi etnikailag magyar embereknek adunk hitelt, hiába dolgozol, hiába van teljesen rendszeres, rendezett jogi státusz Magyarországon, nem. Ezt az RBH szerencsésen elintézte, és lényegében egy olyan eredménye lett az eljárásának, hogy a bank maga módosította a hitelezés feltételeit. Tehát ez lehet, hogy megmosolyogtató néhány ember számára, de amikor egy vidéki településről beszélünk, és ott egy ilyen típusú, ilyen mélyreható változás sikerül elérni a fejekben, hogy gondolják át a hitelezési politikát abból a szempontból, hogy csak magyar állampolgároknak nyújtanak-e vagy sem. Ez szerintem attitűdformáló dolog, és én ezt mindenképpen üdvözlöm. Na most, 2008-ban, meglepő módon, és ez volt eddig az egyetlen ilyen ügy, foglalkoztatás területén találkozunk egy migráns ügyel, amikor is egy hipermarketben külföldi állampolgársága miatt nem alkalmazták a panaszost, és én azt gondolom, ez pontosan nem derül itt ki, hogy a ukrán állampolgárról volt szó, úgyhogy ő nem egy EU-s állampolgár volt, de még az is könnyen elképzelhető, hogy ilyesmi előfordul Magyarországon, hogy egy EU-s állampolgárt nem feltétlenül akarnak foglalkoztatni. Itt is egyességre jutottak a felek némi hazudozás után, ami teljesen megszokott az RBH gyakorlatában.
2009-ben két ügyet találtam, az egyik az egy visszatérő ügy, amikor is Harkányban, nem tudom, hogy ki ismerős a területen, az ugye lényegében a fürdője működtetésével írja el azt, hogy eléggé rendes bevétele legyen, és tudjon működni az önkormányzat, meg prosperálni a település, és ugye mindenki jár. Tehát, hogy egész Horvátországból, Szlovéniából és Ausztriából vonza a turistákat. Na most ugye van egy sor német nyugdíjas, aki nem csak a Balaton szemelte ki magának, illetve a Balaton környékét, hanem Harkányban is szeret lakni, neki volt már Villány Siklós környékén, az pontosan tudja, hogy ez egy rendkívül jó döntés volt a részükről. Egyetlen egy gond van, hogy a harkányi gyógyfürdő, ami önkormányzati fenntartású, az némileg különbséget tett a magyar nyugdíjasok és az EU-s nyugdíjasok között, és hát azt mondta, hogy ha EU-s nyugdíjas vagy, akkor egy kicsivel többet fizessél azért, hogy aztán ne gyere ide ebbe a gyönyörű komplexumba, és áztass tagjaidat a vízben. Most ezzel kapcsolatban volt egy nagyon hosszú eljárás az EBH előtt, ami 2009-re zárult le azzal, hogy állampolgárság alapú diszkriminációt állapítottak meg, és bírság megfizetésére kötelezték az önkormányzatot. És volt egy tipikus ügy, ugye, amit mi mindannyian ismerünk, mert aki foglalkozott már a problémás ügyeivel Budapesten, illetve a vidéken, az rögtön a legeslegelső probléma, amit meghal, az az, hogy nem engedték be a kaférióba, vagy a nem tudom én hova, a nem megfelelő bőrszínűnek tartott fiatal embereket. Na most volt egy ilyen ügy is, 2009-ben, egy egyesület közérdekű igényelvényesítésére történt ezt, nem tudom, el tudom képzelni, hogy esetleg a menedék volt, de nem volt beleírva a tényekbe. És itt is ugye az volt a probléma, hogy nem engedték be az eltérő bőrszínű külföldi fiatal embereket szórakozni, és itt is a hatóság egy 5 millió forinttal kínálta meg a bírságként a diszkrimináló szolgáltatóipari egységet. Most ez az, amit tudunk. Ez jutott fel a felszínre. De ugye hát a felszín az általában hallgat, fecsek a mély, ezt Petőfi óta tudjuk. És én azt gondolom, nem emlékszem sajnos a Fundamental Rights Agency-nek, tehát az alapjogi ügynökségnek az adataira, csak a romákkal kapcsolatban, hogy szuperül néz ki a magyar antidiszkriminációs szabályozás, csak éppen amikor a diszkriminációról, a mindennapi diszkriminációról kell beszámolni, akkor ugye a magyar romák azt mondják, hogy minket diszkriminálnak a legjobban, mert legalábbis olyan válaszokat adnak, amiből ez derül ki az Eurostat rendszerében. Most nem tudom, és az András Olasznek ki fog engem javítani, és ezt meg is köszönöm előre is, hogy csináltak-e Magyarországon élő külföldiekkel kapcsolatban is, vagy volt-e ennek a felkutatásnak egy ilyen része, de én azt gondolnám, hogyha valaki megkérdezni a külföldieket itt Magyarországon, hogy mi az alapproblémáik, akkor az EBH egyéni ügyeinél jelzetteken túlmutatva sokkal számosabb ügyről tudnának beszámolni, tehát a mindennapi életükben, és sokkal szélesebb területeken felmerülő ügyekről tudnának beszámolni. És én azt gondolom, hogy ugye ez fontos, hogy annak ellenére, hogy van egy nagyon-nagyon jó jogi keretünk, annak ellenére vagy nem tudnak erről a külföldiek, vagy nem mennek fellépni, amit meg is tudnék érteni, mert nincsenek túlságosan sokan, akik ugye a diszkrimináció nagy részét elszenvedik itt. És én azt gondolom, hogy ezzel mindenképpen valamit kezdeni kell, valószínűleg a közérdekű igényérvényesítés, hogy a hivatalból eljárások segítenek. Viszont arra is rámutatnék, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy sajnos a foglalkoztatás területén, tehát ami a legkevésbé kapcsolódik az állami intézmények működéséhez, ott igazából ezekkel a vizsgálatokkal nem nagyon lehet mit elérni. Tehát ott valószínűleg több tesztelést kéne csinálni, nem tudom, hogy a közönség soraiban mennyien ismerik a szituációs tesztelésnek a gyakorlatát, ezt Magyarországon a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda csinálja, és egyébként a Jan Nissen által képviselt Migration Policy Groupnak egy egész kis paknyi anyaga van arról, hogy hogyan kell tesztelni, ők ennek az európai előfutárai. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha itt sok grassroots szervezet van, aki azon gondolkozik, hogy hogyan lehetne megjeleníteni jobban a külföldiek problémáit, a migránsok problémáit, akkor ezzel kell foglalkozni. Egy nagyon jó hírem van a teszteléssel kapcsolatban. Néhányan, akik részt vettek, és akkor Juditra is nézek a jogalkotásban, az RBH eljárási szabályainak a megalkotásában,
valahogy csalafint a módon becsalták a tesztelést, mint olyat magát az LBH eljárásába, úgyhogy Magyarországon jogszerűen végezhetnek ilyet tesztelést, és az LBH maga is végezhet ilyet, és szokott is. Cigány emberek szórakozó helyre való bennengedése ügyében szokott. Sajnálom el, hogy például az a szervezet, ahol én dolgozom, az oktatás ügyel foglalkozik a cigányok oktatási szervezációjával, még oktatási területen is végzett már tesztelést. Nagy kalapos cigányember tessenek elképzelni Szarvas külvárosában, aki egyszer csak bependerült a evangélikus iskolába, és mondta, hogy, hogy szeretné felvetetni a gyerekét, tehát az igazgatónő az nem igazán állt előzékenyen hozzá, nem vették fel a gyereket, és akkor érkezett egy fehér tesztelő, egy többségi magyar tesztelő, aki mondta, hogy egy másik városból jönne ide, a hajtókájában volt a rejtett kamera, két gyermeke van, nagyon szeretnék beiratni, persze annyi helyünk van, hogy tehát millióan fognak itt elférni, főképp, hogyha ilyen társadalmi státuszból és ilyen színnel érkeznek ebbe az iskolába, és hát ez lement az RTL klubban, és másnap az Evangélikus Egyház oktatási tagozatának vezetője ott ült a mi kis irodánkban, és meg is oldódott a cigány gyerekeknek az átvétele. Én nem tudom képzelni, nem kell ahhoz jogi eljárás, ezzel azt próbáltam példázni, nem kell ahhoz jogi eljárás, hogy egy tesztelés nyomán esetlegesen változzon egy-egy intézménynek a gyakorlata. Úgyhogy ezt mindenképpen szeretném a tisztelt egyvegyünket figyelmébe ajánlani. Ami engem nagyon meglepett, amikor beszélgettünk a tanácsadó testületben az LBH-nak a gyakorlatáról, az az, hogy Magyarországon nem csak, hogy a külföldről ideérkezett migránsokkal van probléma. Hát, hogy itt azért nem csak a harmadik országból jövőket nem szeretik, de azért gondolom sokan hallottak már olyat, hogy az erdélyi magyarokat is hát igencsak meglepő vélemény sújtja, hanem nálunk probléma van azzal is, hogyha valaki az egyik településről a másik településre szeretne áttelepedni, és ott szeretne munkához és megélhetéshez jutni, és lehet, hogy ez megrökönyítő most itt a megjelentek számára, de például az idei évben, a tavalyi év közepétől indult meg ez a folyamat, amit jelzett az LBH tanácsadó testületnek, a legtöbb egyéb helyzetes ügy, ugye Magyarországon egy nyílt felsorolása kapnak a tulajdonságoknak, ami alapján diszkriminálni nem szabad, és ami alapján az LBH eljárásában lehet védeni az embereket a diszkriminációtól. Tehát a legtöbb ilyen egyéb helyzetes ügy, az olyan emberekről érkezik, akik vagy elhagyják azt a falut, ahol közmunkásként, vagy egyébként önkormányzati alkalmazottként, vagy másként dolgoztak, elmennek és kirúgják őket, hogyha átköltöznek a szomszédos faluba, vagy olyanoktól érkeznek, akik beköltöznek, gyűjtmentek, vagy egy ismert politikusunknak és jobboldali vezéralakunknak a szókincsével érjek itt. Tehát a gyűjtmenteket sem kedvelik, nem szeretnek nekik munkát adni, sőt, nem szeretnek nekik szociális ellátást sem adni, ami pedig Magyarországon annyi jogon jár jelenleg a jelenlegi alkotmány és a hozzákapcsolódó törvényi szabályozás szerint. Tehát ez egy nagyon érdekes pont, amire szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét. Végül hadd zárjam annyival az én kis expoziómat, hogy hadd bújjon elő belőlem azért ilyen nagyon erőteljesen a gyakorló jogász, és hadd mutassak rá arra, hogy szép-szép az, ami a MyPax-ben szerepel, és ami felméri azt, hogy Magyarország mit vetett papírra azzal kapcsolatban, hogy hogy képzeli el a jogállamot, és milyen szabályok szerint szeretném működtetni az életét, a hatóságok megnyilvánulásait az állampolgárok felé, és az állampolgárok egymás közötti viszonyait. Azt azonban azt gondolom, hogy aki kitette a lábát már ebből az országból, és egy kicsit nyugatabbra távozott, és ott némi jogalkalmazásba telefutott, az talán érzékelte, hogy lehet, hogy ott komolyabban veszik magukat az állami alkalmazottak, amikor a jogot alkalmazzák, vagy lehet, hogy van egy olyan tradíciójuk, ahogy a Jan mondta, hogy a tradíció, a hagyomány, ez nagyon fontosabb, hogy hogyan is viszonyulunk egymáshoz egy társadalomban, de minden esetre azt lehet mondani, hogy amikor egy jogszabályt megalkot a jogalkotó Magyarországon, akkor egyrészt nem tartja feladatának, hogy végre is hajtassa, tehát az ellenőrzés az nem szokása, másrészt senki nem tartja feladatának, hogy igazából ennek megfelelően éljen és viselkedjen másokkal kapcsolatban. És akkor hagyd mondjak el egy icipici történetet arról, hogy mi történik. Ugye a szervezettel, aminek dolgozom, és korábban is a Helsinki Bizottságot most munkáim alatt is gyakran megesett,
amíg Budapestről kiteszem a lábam és vidéki bíróságon vagy vidéki hatóság előtt próbálom érvényesíteni a jogokat, főképp önkormányzatok előtt, ha ez nagyon igaz, akkor mindig azt mondják nekem, hogy hát maga Budapestről jött, hát honnan tudják maguk azt, hogy mi folyik nálunk? Ergo, a Budapesten alkotott törvényekkel ne jöjjön ide, és nem mondja meg nekem, hogy mit kéne csinálni. Nem kell egész egyszerűen migránsnak lenni ahhoz ebben az országban, mint mondtam, hogy az embert gyűjtőnek nézzék, és azt gondolják, hogy nem kell az alapján cselekedni, mint a mondjuk azt a mondjuk. Lilla, nagyon köszönjük a gondolatébresztő és provokatív felvetéseket, és ígérem, hogy a nap során fogunk még a kérdéssel foglalkozni. A délutáni szekcióban lesz lehetőség hallgatni azt a bizonyos fecsegőjét, amire te is utaltál. Egyfelől valóban vannak még jobb esetek a Dalsolyban, amelyek az elmúlt években kerültek az EBA mellé, és lesz is velük kapcsolatban a beszélgetés. Másfelől pedig ugyan nem az alapjogi ügynökség kutatása keretében a Magyarországon kifejezetten romákra fókuszál, hanem az Akadémia Kisebbségkutató Intézete által végzett és az Európai Integrációs Alap által támogatott kutatás keretében vizsgáltuk a migránsok diszkriminációs tapasztalatait. Ebből publikációs jelent meg az Idegen Magyarország című szerkesztett tanulmánykötetben, olvasható erről Sikendre és Várhalmi Zoltán tollából, tehát hogy így alaposan elemezték is ezt a kérdést, hogy miként jelenik ez meg, és valóban van, micsoda meglepetés, van ilyen tapasztalat, van a Magyarországon élő migránsok körében. Én azt gondolom, hogy ez a bizonyos lobbizás, amit a felszólalásod elején felvetettél, tehát egy kicsit prioritásként jelenjen meg egy egyébként papíron progresszívnek tűnő jogszabályi és intézményi rendszerben a bevándorlók helyzet és a bevándorlók kérdése. Ez azt hiszem, hogy felhívás keringőre, és hogy itt körülnézik a teremben, hogy a jelenlévő hallgatóság ember legalábbis rendelkezhet azzal a szakudással és érdekérvényesítő képességgel, hogyha másnak is szimpatikus ez a gondolat, akkor ezügyben változás történjen. Most viszont egy másik terület következik, és ez az a terület, amiről már hallottunk, éppen új, a MIPEX vizsgálatok sorában. Másfelől viszont Magyarország az európai összehasonlító rangsorban a lista legvégén, vagy fogalmazhatok így is legalján végzett. Ez pedig az oktatáspolitika, az oktatásügy, illetve a migránsok oktatáshoz való hozzáférésének a kérdése. Számomra megint csak különösen érdekes civil aktivistaként, hogy az elmúlt években nagyon sokat hallottunk a magyarországi progresszív, interkulturális oktatáspolitikáról, a bevándorlókat célzó különféle programokról, részt vettünk szakértői munkacsoportok működésében, ami ugye látszólag mind-mind azt üzente nekünk magunknak is, illetve a velünk kapcsolatban álló más szervezetek tagjainak, hogy hát itt nagyszerű és hatalmas dolgok folynak. És aztán, amikor szigorúan a normatív alapon végzett összehasonlítást elvégeztük és értékelést elvégeztük egyrészt a MIPEX által támasztott kritériumrendszer, másrészt pedig más uniós tagállamok gyakorlata alapján, akkor kiderült, hogy ez a nagyon sok, amiről mi itt beszéltünk, és ami miatt mi büszkén veregettük saját és egymás vállát, az valójában rendkívül kevés. Hogy ezzel mit lehet tenni, azt gondolom szintén egy nagyon fontos megbeszélni való, és fogunk is erről a nap folyamán tanácskozni. Most viszont elsőként Ári Tamás Lajosnak, az oktatási jogbiztosának felvezető gondolatait hallgassuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr. I will start in Hungarian, but I will give some words in English to especially migrant policy too. Magyarul fogom kezdeni, de néhány mondatot el fogok ismételni, majd angolul is, annak érdekében, hogy hangsúlyt adjak a mondatomnak, és különösen a British Council-nak, meg a Migration Policy Group-nak címezve. Úgy kerültem kapcsolatba a kutatással, hogy a British Council megkérte arra, hogy egy támogató levelet fogalmazzak meg, és nagyon boldog vagyok, hogy ezt megtettem, és támogattam ezt a kutatást. Amikor viszont a kezem
maga az anyag, akkor egyáltalán nem voltam olyan boldog, mint amikor a támogató ember. Megfogalmaztam azt látni, hogy a bevándorló tekintetében az oktatásra vonatkozó részben Magyarország az utolsó államok között, hiszen jól látni. És azt látni a táblázatban, szinte nem jól látni a táblázatban, hogy az interkulturális oktatás tekintetében nulla pontot kapunk, hát ez még annál is fájdalmasabb. De engedjék meg, hogy azt is őszintén elmondjam, hogy én olvasva ezeket az adatokat szégyellem is magam. 11 éve vagyok az oktatási jogok biztosa, több mint 17 ezer tanaszt kaptam ez alatt az időszak alatt, és nem láttam ezt a képet. Valószínűleg, ha kicsit ügyesebb vagyok, vagy felkészültebb vagyok, vagy sokakra, másokra hallgatok, akkor ezt látnom kellett volna. Hozzám az oktatás területére érkeznek panaszok, diákok, szülők, egyetemi hallgatók, kutatók és néha tanárok keresnek meg. De amint a MyPax nagyon jól megmutatta, a gyerekek, a bevándorló gyerekek teljes mértékben kívül vannak azon a rendszeren, amit én általában vizsgálni szoktam. És azért mondom őszintén, hogy szégyellem magam, mert néhány elemére volt rá tekintésem, csak akkor még nem láttam, hogy ez az, amit majd később olvastam. Nemrég egy gyermekvédelmi intézményben jártam, ahol nagyon kedves pedagógusok elmondják, hogy ők szívességből befogadják a menekült gyerekeket, és tanítják őket, hogy az utcán jönnek. Nem kapnak ezért se külön juttatást, semmit sem dicséretet. Hájó karács módjára legalább ők foglalkoznak a bevándorló gyerekekkel. Tehát láttam néhány területét, de akkor nem igazán értettem meg, ez néhány hónap ezelőtt volt, hogy a MyPax adatokat látom kicsiben. A konferenciának az a neve, hogy kinek a kezében van a döntés kivitele. Hadd mondjam el, hogy én mit szándékozottam. Tegnap beszéltem az állampolgári országgyűlési biztosával, Szabó Máté úrral, és abban állapodtunk meg, hogy egy közös vizsgálatot indítunk, aminek a közös eleme az az oktatás, illetve a bevándorló gyerekek helyzete az oktatásban. Ő azt ígérte, hogy ő kiterjeszti ezt a kutatást a MyPax-nek azon adataira, amelyeket látunk. És a tervünk az, hogy miután a jogszabályi környezetet és a gyakorlatot látjuk, olyan ajánlásokat fogalmazzunk meg, amelyek lehetővé teszik annak a stratégiának az elindítását, ami hiányzik egyedüliként a fölmért országokból. Én ehhez azt kérem, hogy azok a kutatók, akik Magyarországról a MyPax-et segítették, most már többedik alkalommal segítsenek nekünk is jobban látni ezt a területet, adják át a gyakorlati tapasztalataikat és az adataikat. Talán a Ombudsman típusú intézményeknek az a szerepe, hogy ilyen szócső lehet, hogy felerősíthető hangokat, az könnyebbé teheti talán a döntéshozóknál a döntést. Nem vagyok biztos benne, hogy nagyon gyorsan sikerünk lesz, de ezt az ígéretet nagyon komolyan teszem. Repeating in English, especially for my friends from the British Council, my promise is that together with the Parliamentary Commissioner for Civil Rights, with Máté Szabó, we start an investigation concerning the education system of migrant children, and our aim is to make recommendations to the policymakers to start making our strategy on immigration policy. This is what I can promise. This is what
I can do, and I'm absolutely sure if we try to change, especially the educational system concerning immigrants in Hungary, we score better index in MyPEG score. I hope to do that. Thank you very much, and thank you for British Council, and thank you for Immigration Policy Europe. Nagyon szépen köszönjük a nagyon személyes és ugyanakkor nagyon gyakorlatias és rendkívül előre mutató hozzászólást. Azt mondom, hogy már is egy konkrét példája annak, hogy a szavakon és az adatokon és a publikációkon túl hogyan tud működni egy ilyen kutatás, egy ilyen vizsgálat, egy ilyen gyakorlat, ami már elhangzott sokszor, de valószínűleg nem elégszer, nem egy tudományos kutatás és nem egy tudományos gyakorlat, hanem mindenképpen gyakorlati, szakpolitikai és a mindennapi életet és a meglévő intézmények működését befolyásolni kívánó munka. A következő hozzászóló, ez is már többször elhangzott, Tóth Judit egy nagyon-nagyon régi szereplője ennek a kutatási és szakpolitikai folyamatnak. Gyakorlatilag a gondolat megszületésétől, sőt egy kicsit még azt megelőzően az előképként futó összehasonlító szakpolitikai jellemző projektekről kezdve szorosan dolgozik együtt a Migration Policy Group-val, és az egyik kulcs szereplője ennek az adatfelvételi rendszernek a kidolgozásának, illetve a kritérium rendszerének a megalkotásának. Az is egy nagyon érdekes dolog, hogy az előző eredményeknek szintén volt Magyarországon egy tájékoztató rendezvénye, amelynek mind Judit, mind jó magam már részesei voltunk, és számunkra ez azért mindenképpen optimizmusra ad okot, ugyanis azon a rendezvényen 20 fő vett részt, a teremben ülnek néhányan még, akik szintén ott voltak. Azóta 3 év telt el, és ez a 3 év úgy tűnik, hogy nem volt el nyomtalanul a migrációval foglalkozók életében, illetve abban, hogy a migrációval foglalkozó szervezetek, intézmények napirendjében, az itt dolgozók napirendjében milyen szintre kerül egy ilyen rendezvény, illetve abban, hogy hány új intézmény, hány új arc kapcsolódott be ilyen vagy olyan okok miatt ebbe a közös gondolkodásba. Úgyhogy ha másért nem, ezért is lehetünk optimisták. Minden esetre Judit akkor is megtette azt az elemző összegzést, amit most is meg fog tenni. Judit, megkérdezik a videóját. Üdvözlök mindenkit, és remélem, hogy a következő MyPEX 4. hullámáról szóló konferencián is még nagyobb számú résztvevővel mondhatok néhány kritikus és önkritikus megjegyzést. A feladatom ugye az, hogy részben egy kicsit reflektáljak arra, ami eddig elhangzott, és aztán muníciót adjak arra, hogy délután is legyen miről vitatkozni és beszélni. És hát csak röviden összegezve azt, hogy mi mindenre vállalkozott annak idején az Index készítője. Tehát kezdetben 6, illetve most már 7 kiválasztott metszetben, vagy nem, ahogy a készítők fogalmazták, és körülbelül 150 indikátor alapján próbálják megnézni azt, hogy milyen körülmények várnak azokra, akik a vizsgált országokban migránsként megpróbálnak új életet kezdeni, hosszabb vagy rövidebb ideig ott tartózkodnak. Főként társadalmi, jogi és igazgatási körülményeket vizsgálnak, 3 hullámban, ez már délelőtt is elhangzott, és nagyon nagy részben a szabályozást próbálják vizsgálni, és hát ezzel kapcsolatos kritikák is tulajdonképpen hát, erre fogékony volt a csoport, amelyik hát készítette az indikátorokat. Tehát a jogalkalmazást, a statisztikákat és hát bizonyos szakmai értékeléseket is egy inkább figyelembe vevő rendszert alakítottak ki.
Na most hát a kérdés persze azonnal azért, mivelőtt a kérdésekből is kiderült, hogy van néhány észrevétel is már azzal kapcsolatosan, hogy ez a gondolkodási keret, ez az elemzési módszer mennyire tükrözi a valóságot. Ugye már elmondta Farkas Tűnben ilyen perccel ezelőtt, hogy még Budapest és Vidék között is hatalmas távolságok vannak, nem csak kilométerben, hanem attitűdben, és szokták mondanunk is néhány száz év. Tehát ez nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy nagyon nehéz egy ilyen meglehetősen fontos kérdésben, mint a migrációs helyzet és politika és az integrációnak az esélyei, ebben összehasonlítható adatokat adatálni. Tehát ez mindig azzal a veszéllyel jár, hogy egy nagyon erős leegyszerűsítésnek vetik alá. Az egyik ilyen, hát mit a kérdés, hogy valójában kikre is vonatkozik. Ugye a Lilának a kis történetéből is kiderül, hogy még az országon belüli vándorok is kerülnek gyakran azonosan nehéz helyzetbe. És hát ugye ki a migráns, tehát az egyik metszetben például nyilvánul az állampolgársághoz jutás a kérdés, nyilvánvaló, hogy könnyű az elválasztás mindenki, aki még nem rendelkezik állampolgársággal. De egész más az optikája akkor, amikor a lakodiszkriminációról beszélünk, és teljesen más mondjuk, amikor a munkaerőpiac nagyon sokféle jogi státusz van, ami nehezíti ezt az összehasonlítást és tisztánlátást. És hát ugye tudjuk, hogy az Unió által támogatott politikákban és projektekben is elsősorban az Unión kívüli polgárokra helyezik a hangsúlyt. Tehát nagyon nehéz, és ezért, amikor összegezni kell, akkor tudni kell azt, hogy eleve egy ilyen nem feltétlenül minden metszetben azonos súlyponttal kell dolgozni, tehát magyarán az, hogy kiket is vizsgálunk. A másik az, hogy lehet-e indikátorokat alakítani és azzal összehasonlító vizsgálatot végezni. Különösen akkor, amikor magának sem a migrációnak, sem az integrációnak, sem pedig annak a sikerességének nincsen közös és elfogadó definíciója. Tehát ezzel a fenntartással kell elfogadni ezeket az eredményeket, hogy valamire gondolnak az indikátor készítői, de azt hiszem, hogy helye van annak, hogy ezekkel különböző mértékben kritika alá legyük, és esetleg azt mondjuk, hogy ez 20 éves vagy túltág. És éppen az oktatás az a példa arra, hogy maguk az elemzők is rájöttek arra, hogy ez bizony nagyon hiányzik, és az első két hullámban ennek még nem volt lehetősége. És hát nyilvánvaló, hogy a következő hullámban lesz igazán érdekes, hogy milyen progressziót értek el ezen a területen a vizsgált országok. A másik felvethető kritika az, hogy itt agregált eredmények vannak, tehát a 6-7 metszet alapján készül egy közös, tehát az átlagot is tovább átlagoljuk, és ez nagyszerűen alkalmas arra, hogy elfedjük a súlyos hiányosságokat, vagy gyengekségeket, ahogy János fogalmazott nagyon diplomatikusan a délelőtti hát előadásában. Aztán az is egy további vita kérdés, hogy itt nagyjából hát háromféle modellbe történik a besorolás. Tehát a legjobbakat azt mondjuk, hogy liberális migrációs és integrációs politikát folytatnak. Aztán vannak, akik félúton vannak, fél liberális vagy fél illiberális politikát, és hát vannak az inkább restriktív, elutasító, a migránsokkal kapcsolatosan kevésbé befogadó megoldások, és ennek alapján lehet besorolni az országokat. Tehát itt nagyon nehéz azt mondani, hogy a migránsok véleménye, vagy például a migránsok elégedettségének az indexe. Nagyon jó lenne például ilyet kidolgozni, és azt egybevetni ezzel, mert itt mégiscsak a zömében a rendszeren kívülállóknak a véleménye értékelése kaphat helyet. Tehát nagyon sokféle indexel dolgoznak ma az OECD-be, az EU-ba és máshol, ahol összetett folyamatokat elemeznek. Tehát azon majd érdemes gondolkodni, hogy hogyan lehet a migránsok szemszögéből is nagyobb terepet biztosítani ezeknek a hát indikátoroknak és eredményeknek. További kritika az, hogy a főszabály és a kivételnek az arányát, hát valóban csak a gyakorlat és a statisztikák és a kikérdezés alapján lehet látni. Erre talán jó példa az állampolgársági szabályozás. És hát a másik, ami már délelőtt is elhangzott, de majd még egy picit én is utalok vissza erre, a diszkrecionalitásnak a nagyon széles köre. Ugye a migrációnál lássuk be, hogy az államok a szuverenitásukat élik meg, és ez a szuverenitás nagyon-nagyon nehezen
változtatható abból a szempontból, hogy az államok nem szívesen alkalmaznak olyan megoldást, amely úgy működik egy picit, mint a checklist, tehát hogyha teljesítettem bizonyos kritériumokat, akkor én biztosan számíthatok arra a jogállásra vagy arra a döntésre. Tehát ettől még nagyon sok metszetben, amit itt vizsgáltunk, ez a metszet, attól még messze vagyunk. Tehát nagyon nehéz arányokat találni arra nézve, hogy a szabályozásban valami esetleg főszabálynak tűnik, de kiderül, hogy mondjuk a magyar állampolgárság megszerzésének a kivételektől mentesített csoportja, az számít manapság ma kivételnek, tehát annyira kevesen tartoznak ebbe a körbe, hogy hát itt bizony nagyon finom és hát diplomatikus és képzel ellenőrnek kell lenni ahhoz, hogy ezeket figyelembe lehessen lenni megfelelően. Aztán az is egy másik kritikai elem lehet, hogy noha elhangzott már délelőtt is, hogy ebben a hét rendszerben bizonyos kérdésekben az uniónak van döntési jogköre, illetve hát a hatásköre az osztott a tagállamokkal, és hát vannak olyan kérdések, amelyekben pedig vállalt nemzetközi emberi jogi kötelezettségeknek kell megfelelni. Tehát bizony jó lenne a modellképzésnél lényegében ehhez viszonyítani. És nem azt mondani, hogy jó gyakorlat, meg rossz gyakorlat, meg liberális, meg illiberális, azt mondani, hogy betartotta a vállalkötelezettséget, vagy nem. Tehát ezek már ugye további mérlegelési, a modellképzési szempontok, vagy ahogy tetszik, indikátorok. Néhány ponton törekszik erre a NIPEX, de még nem lehet azt mondani, hogy ez egy világos elválasztó ismét. Tehát itt különösen a szociális jogoknál vagyunk hajlamosak azt mondani, hogy majd az államok teljesítő képességétől függ. De hát bizony azért vannak erre már keményebb szabályok, most nem csak az Európai Szociális Chartára, de hát a gyermekjogi egyezményre is néhány másra is lehetne utalni. Ugyanúgy kevéssé tud reflektálni még ez a bonyolult rendszer arra, hogy milyen jogsértéseket követtek el a vizsgált államok, tehát hány ítéletben ítélték el, akár nemzetközi fórumon, akár belső fórumon, tehát amikor a közigazgatást vetik akár kontroll alá egy országban. Ugye a Lilla már néhány perccel ezelőtt beszélt róla, hogy például viszonylag kevés antidiszkriminációs ítélet van, amelyik éppen a közigazgatókat védeni, és hát tudjuk, hogy a látencia ennél valószínűleg sokkal nagyobb. Tehát nehezen tud megbírkózni még pillanatnyilag ez a rendszer azzal, hogy ezeket az ítéleteket súlyának és nem feltétlenül csak számának megfelelően tekintetre legyen. És hát végül, de nem utolsó sorban, hogy a kritikai kérdéseket is bezárjam, a megbízható statisztikák is nagyon erősen hiányoznak. Mindannyian tudjuk itt Magyarországon, hogy az etnikai statisztikák lényegében nem léteznek, és az etnikai adatkezelés egy ilyen rosszul értelmezett személyzettség alapján éppen visszájára fordítja az egész védelmi rendszer, pedig az lenne a célja, hogy kimutatható legyen, hogy ki milyen alkotmányos jogokhoz tudna hozzáférni. És hát a migrációs statisztikák is nagy részben emiatt kevéssé használhatók, vagy nagyon komoly háttérvizsgálat, vagy az adatok tisztítására van szükség. A migrációs statisztikák legfeljebb az állampolgárságot képesek detektálni, de azon felül aztán már, vagy esetleg bizonyos jogállásbeli kérdéseket, de továbbiakban nem nyújtanak eligazítást. Tehát ezért az összehasonlítást és hát azokat az eredményeket, amit kihoz egy ilyen index, minden kutatónak az igyekezetét és tisztességét elismerve, mégiscsak hát ezekkel a hangos lábjegyzetekkel együtt célszerű olvasni. De azt kell mondjam összességében, hogy mindaddig, amíg nem alakítanak ki jobbat, és mindaddig, amíg ezek az elemzők készek arra, hogy változtassanak és javítsák és kiegészítsék a rendszert, addig azt gondolom, hogy osztatlan sikert fog aratni. Nagyon remélem, hogy lesznek valóban olyan államok, amelyek konkrétan figyelembe veszik ezeket a döntéseiknél, tehát olyan állami tényezők, kormányzati tényezők, mert abban biztos vagyok, hogy kutatók, újságírók, civilek boldog örömmel fogják ezt fordítani. És egy picit, ez egy talán a hátulülőknek kevésbé látható, de én azzal hát játszottunk a számokkal, ugye ez elhangzott, hogy ilyeki játszom. Én a következőt néztem meg, ugye Magyarország két hullámában szerepelt ennek a felmérésnek, korábban ugye még nem volt uniós tagállam. Tehát azt néztem meg,
hogy a legjobb, az mind a két felmérésben Svédország volt, ugye ő a legjobb, az ő hozzá, az ő általa elért pontszám, az egyik hullában ugye ez 88 volt, a másik hullában 2010-ben pedig 83. Ehhez képest mekkora a távolság a többieknél? Tehát ha azt mondjuk, hogy az Unió visszaban vannak jó gyakorlatok és jó praktikus megoldások, akkor tessék, kör van ezt kínálva, és milyen messze vagyunk tőle, illetve a többi ország. Tehát a kék szín a hátulülők számára is pusztán azt jelzi, hogy ugye ha a távolságukat a svéd és a utolsó végzett ország között a távolság 58 pont, akkor az körülbelül harmadolva, ha ezt a liberális, félliberális és inkább elutasító modellt követjük, akkor hogy állunk. Tehát a kékkel, vagy ilyen világos kékkel jelzett mezőben az látszik, hogy hát nagyon keveset tartoznak ebbe az élbolyba. A sárga színnel jelzett, akik olyan közepesen félúton vannak a jó és az elutasító megoldás között, és a hát szürke, vagy nem tudom hátul milyen színnel látszik, de én minden még szürkének látom. A szürke színű mezőbe azok az államok tartoznak, amelyeknél a legjobbakhoz képest hatalmas a távolság. Szinte nagyobb a távolság, mint amennyi pontot összesen elértek. Ha a hátul ülők esetleg kevésbé látják, akkor Magyarország is ebbe a szürke sávba tartozik, ahol hát a távolság a legjobbakhoz képest ugye 40 pontnyi, ugye? A egyik hullámban 2007-ben, a 2010-esben pedig hát 38 pont. Szóval nem sokat dolgozott le Magyarország, hogy így mondjam, ebből a hátrányából. És még annyit, hogy a 2010-es felvételből látszik, hogy az élboly egy kicsit bővült. Ugyanaz volt a logika, tehát ugyanúgy a különbségeket három csoportba soroltam be. Tehát a kék szín kicsivel jobban megjelenik a második hullában. Tehát lehet ezzel ugye esetleg azt a teóriát igazolni, hogy a jóknak van vonzereje és húzó ereje, vagy hát ahol akkor lehet zárkozni. A sárgák egy picit széthúztak itt a mezőnben, tehát látszik, hogy a korábban lemaradók között is volt néhány, amelyik éppen Dánia és Görögország, amelyik egy kicsit feljebb került a ranglétnál. Ott ugye több rendszerben kellett jobb eredményt elérni, tehát ez különösen kiemelt a dolgot, és végül marad egy nagyjából ugyanakkor a szürke zóna, akik hát, hogy úgy mondjam, nem nagyon törik össze magukat, tehát a legkevésbé támogató modellen belül maradnak. Tehát amikor az a kérdés, hogy Magyarország kormányzik el, hát akkor ebben az elutasító, kevésbé barátságos, nem annyit klimatikus viszonyai tekintve nem annyira kedvez a vízás. Ha azt nézzük meg, hogy az egyes metszetekben hol helyezkedik el Magyarország, akkor ugyanezt a legjobbtól való, tehát abban a metszetben a legtöbbet elért országhoz viszonyítottam, és mekkora ez a bizonyos távolság. Hát itt az a érdekes, itt is azt a megoldást követtem, hogy megnéztem, hogy mi az, amiben egy stagnálás van, tehát amiben igazából a távolságok nem nőttek, ugyanakkor a maradt. És ez a foglalkoztatás és a politikai részvétel. Tehát két olyan mezőt lehet találni, amelyben Magyarország úgy tűnik, hogy olyan nagyon sokat nem tesz ennek érdekében, hogy ez változó. Nyilván majd az év után ki fog derülni, hogy ugye eközben a munkanélküliség fokozatos, ami ráadásul növekedett is. Tehát lehet, hogy ez a stagnálás eredmény, majd ezt eldöntik a délutáni diskurzus során. A másik eredmény, ami látszik, hogy a családegyesítés és a huzamos tartózkodás, tehát akik hosszasan töltenek Magyarországon időt, és hát szeretnének egy biztos egzisztenciához jutni, az ezzel kapcsolatos jogállás és jogoknak a helyzetét illeti, ott egy kisebb mértékű javulás következik a 2007 és 2010-es felvételt. Összevetve, de mindig a legjobbakhoz viszonyított távolság szempontjából. A sárga szín mutatja azt a metszetet, amiben romlás következett be, ez az állampolgárság megszerzése. Már megjegyzem, hogy ugye az adott felvétel az 2010-ben történt, amikor még nem fogadták el ezt a Csináljunk frissen, gyorsan magyar állampolgár című receptkönyvet.
tehát ez még az előttől. Lehet, hogy a következő hullámon esetleg megváltozik. És a politikai részvételt is, de nem szerintem mondani fogja, mert egyre kevesebb külföldi fog részt venni, mert magyar állampolgára vált. Tehát egyszerre fogja, ugye ez a magyar példa jó, hogy ugyanaz a dolog, két különböző metszetet másképp fog befolyásolni. Tehát az állampolgárság, és a másik ugye, amit Lila elemzett az előbb, a latidiszkrimináció, abban egy bizonyos romlás következett be. Ez ugye azt jelenti, hogy a távolság növekedett, ugye, tehát erre vonatkozik. Ugye ez az is, azzal is összefügghet, hogy a többi országban történtek nagyon progresszív fejlemények, és ugye ahhoz pozícionáltuk, ugye, vagy a elemzésem, az a kis számolás, ez a játék erre vonatkozott. És végül, ami a botrányos, mert hát már erre nem tudok már szót mondani, az ugye az a oktatás, de hát ez elhangzott, hogy ezzel hát most szembesültünk. Ugye, és hát nyilván van, hogy a következő hullám fog majd választ adni arra, hogy ez ügyben milyen progresszió történt. És hát amikor a hol állunk kérdésére egy kicsit tágabb összefüggésben is keressük a választ, akkor hát már délelőtt is volt erről szó, hogy a tradícióknak van ereje, vagy a politikai akarat az erősebb. Persze hát mindenki tudja, hogy ugye a voluntarizmus az nem biztos, hogy a legjobb migrációs, integrációs tanácsadó, amikor csak akarat van, és aztán a feltételek teljes mértékben irányodnak. Tehát, hogyha értékvizsgálatokat nézünk, akár az európai, akár a világ, tehát a World Value Survey, a European Value Survey, akkor abból mi mindent tudunk kiszedni, és végül az Eurobarométernek is a vizsgálatait így segítségül lehet hívni, hogy az mit mond. Hát egyrészt, ami nagyon egyértelmű, hogy hát Európában is nincs szó, de hát ez a délelőtti térképek és színekből is már jól kitetszett, hogy bizonyítani, hogy jelentős heterogenitással kell számolni, tehát nincs arról szó, hogy van egy monolit, stabil európai értékvilág. Másrészt az derül ki, hát különböző kutatóknak is az adatokat elemző publikációiból, hogy az etnikai vallási magatartásai és politikai vizsgálatok szempontjából a toleranciát, ha firtatják ezek a kutatások, akkor intoleráns és konzervatív a magyar lakosság, mind különböző típusú vizsgálatoknak ez lett a eredménye. A gondolkodás rendkívül szekularizált a magyar lakosságnak, ugyanakkor rendkívül zárt, ez a zártság elsősorban a posztmodern értékekre vonatkozik, tehát a társadalmi szolidaritásra, a más életformák elfogadására és így tovább. Tehát ebben a tekintetben zárt. Ez egy olyan ellentmondás, amin a kutatók is sokat gondolkodnak, hogy ez a kettő, a szekularizáltság és a zárt gondolkodás és a nagyon individualizáltság tudjam fél össze. És azt találták mindenféle adatok tisztítása és egyéb változóknak az elemzése alapján, hogy ez nem függ össze sem a gazdasági fejlettségünkkel, sem pedig a kulturális jellemzőinkkel. Tehát nincsen kapcsolatban ráadásul a társadalom szerkezetével sem, hanem amit egyedül magyarázó elfét itt fel tudtak dolgozni, az a kelet-nyugat határán fekvő Magyarország, és hát elsősorban a történelmi okok, ami közelebb viszi Magyarországot az ortodox kultúrához és a keleti gondolkodási módhoz. És hát a Eurobarométernek a megállapításai, ami a magyar igeneknek a megoszlását, az nagyon sok kérdő volt ez a vizsgálat, de nagyon érdekes módon ugye arra példa, hogy hát nem homogén a gondolkodás, hanem hát ugyanaz a válaszadó is ellenmondásokra keveredik. Tehát az unióba való bizalom 53%-os messze több, mint az unió közé államában. Tehát ez a jön a Mikulás és hozzá a csomagot, tehát egy kicsit ilyen attitűddel. Ugyanakkor viszont, hogy előnyösen Magyarországra nézve az uniós tagság, ez meg alatta van a vállalkozásoknak, ez csak 33%-os igen. A többiben ambivalencia van, illetve is, meg jó is, meg nem is. Tehát amelyik egyértelműen így nyilatkozott, tehát ez már mondom egy heterót, egy elmondásra válaszadó gondolkodásán belül. És hát amikor megkérdezték, hogy az unióról mi jut eszébe, tehát társítsa a legfontosabb dolgokkal, amihez hozzá kapcsolódik, amikor az elnök
megemlítik, akkor a tanulás, utazás és munkavállalás szabadsága 48%-os igen volt a magyarok részéről, ami egy kilakítás, ez majdnem a fele a lakosságnak, de a másik fele viszont ezek szerint nem erre asszociál. A közös pénz, ez nagyon érdekes volt, ez messze több volt, mint a többi uniós, tehát a uniós átlag, és a munkanélküliség, ugye? Hát szóval ez megint ugye, hogy homogén vagy nem homogén, milyen a gondolkodás. Tehát ez egy kicsit sajátos hozzáállást mutat. Tehát van egyfajta erős pragmatizmus az emberek részéről ezekben a válaszokban, ugyanakkor viszont ez a hát intoleráns és zárt és konzervatív gondolkodás, ez mint hogyha ennek hát elettételemben. Egy másik nagyon érdekes és csak valóban egy kis betekintés arra nézve, hogy azok a fiatalok, akik már ebben a elmúlt 20 évben nevelkedtek föl, ugye garantáltan ugye a egymás vizsgálat, hogy úgy nevezték, hogy szabadnak születtek, társadalék már járnak a vizsgálaték. Tehát egy nagyon egyszerű kis kérdéssel azt tettem föl Szegeden a nemzetközi kapcsolatszakos hallgatóknak, 21 évesek, hogy az ön számára melyek a magyar állampolgárság legfontosabb elem. Egy teljesen nyitott volt a kérdés, tehát semmilyen sugalmazás nem volt, nincs hármat fölválasztott. És akkor azt néztem meg, hogy milyen elemeket említettek is hányszor. Hát láthatóan, ha az ember elkezdi csoportosítani, akkor van egy nagyon erős válasz megosztás, amit tehát a díjuk eszükbe, mit kapcsolnak az állampolgársághoz, és ugye hát az ilyesmit egy index nem nagyon tud vizsgálni, tehát azért egy kicsit, hogy megvilágítsák a dolgot. A politikai jogi közösségnek tekintik az állampolgárok közösségét, és látszik, hogy messze a szavazati jog, a választáson, a közügyekben való részvétel, majd ennél kicsivel kevesebb az alkotmányos jogok, tehát az, hogy jogai vannak, alkotmányos jogai vannak, és csak a harmadik ebben a jogban az uniós polgárság. Tehát arra pedig ezek a fiatalok ugye már minden lehetőséggel és minden, hogy mondjam, adottsággal rendelkeznek, nemzetközi kapcsolatos hallgatóknál bemeneti követelmény a többnyelvvizsga, szóval ezek tájékozott, társadalmilag is egyébként jól pozícionált fiatalok. Aztán érdekes a negyedik ebben a blogban az, hogy kötelezettségekkel rendelkeznek az állampolgárok, konzuli védelemhez van jobb, útlevelet szereznek, szabadon tartózkodnak az országban. Érdekes, hogy tévedés, de úgy értelmezték, hogy az egészségügyi ellátás és az oktatás ingyenes és az állampolgársággal kapcsolódik össze. Van személyigazolványuk, a magyar munkaerőpiacon szabadon vállalnak munkát, és elvárásaik vannak állampolgársági állammal szemben. Szóval ezt lehet politikai, jogi közösségként definiálni. Egy másik, és akkor ugye ez az említéseknek, tehát ez volt a nagyon jelentős aránya. És ehhez képest, de nem mellékesen, egy másik vonulat, amikor vagy sors közösség és identitás kérdésként kapcsolják össze az állampolgárságot, illetve a kulturális nyelvi közösségként. Nagyon érdekes, hát itt fiatalokról van szó, itt szó nem lehet konzervativizmusról, elmaradottságról, begyűlösödöttségről és nem tudom mindenről. Tehát a magyar identitás és öntudat kapcsolódik össze, 16-ban említették, a nemzethez tartozás, sors közösség, a határok újakkal és a hazaszeretet, ugye ilyen amutasnak tűnő fogalom, és a kulturális nyelvű közösség szinte átlapolva egyébként a korábbiakkal, mert nehéz ezt szétválasztani, magyar nyelv, kultúra, ápolása és a nemzeti örökség, gondolom ezt akár kulturális, akár tárgy, akár milyen értelmezőre. Tehát a 80 és az 50 körülbelül, ha ezt válogatjuk, vagy csoportosítjuk, akkor ez a megosztás egy kicsit azt mutatja, hogy a mai fiatalok hogyan gondolnak erre. És az érdekes, hogy ennek a csoportnak 10%-a nem magyar állampolgár volt. Tehát ők is persze válaszoltak, ha volt véleményük, oda jutták helyesen. Hogy én még most intézem az állampolgárságot, de én azt gondolom, hogy... Úgyhogy ez csak egy illusztrációra nézve, hogy hát a válaszadók is, meg a szakértő is egy csomó ellentmondásra pont azért kell, hogy szembesüljön, és hogy értelmezni, segítség értelmezni az indexnek és az indikátoroknak az eredményét.
És akkor a négy lábok fővonnak az elsorolt kritikákon túl, tehát ami miatt Magyarország így áll, ahogy áll, és hogy merre lehetne elmozdulni és eljönni, vagy valami progressziót elérni. Az egyik, ami nagyon kritikus kérdés, ugye ez a diszkrecionalitásnak a rendkívül széles köre. Természetesen a jogalkalmazók nagyon intelligensen szétállják a karikat, de azt mondják, hát milyen jogszabályokat kaptunk, hát mi azt alkalmazzuk. De hát azért valljuk be, hogy a jogalkalmazók diktálják gyakran a jogszabályalkotásnál a megoldásokat, tehát azért ők nem tekinthető teljes mértékben ártatlanak ebben a kérdésben, de a jogalkotásnak valóban hát valamilyen attitűdváltozáson kéne keresztül mennie, hogy akkor, amikor feltételeket teljesít, akár egy jogállás megszerzésénél, akár egy jogállás megőrzésénél, vagy valahol egy migráns, akkor térjen át arra a megoldásra, hogy a feltételek megvét esetén feltétlenül biztosítja számára azt a jogállást, hogy arra számíthasson. Tehát az, amikor azt a mantrát halljuk, ugye 20 éve, hogy Magyarország tranzit ország, ugye most már tudjuk, hogy szoros korreláció van a között, hogy Magyarország így érzi-e magát, hogy ő tranzit, és ezért nem csinál integrációs politikát, vagy azért nincs sikeres integráció, mert tranzit országnak definiálja magát. Hát most ugye valahogyan meg kell törni ezt a ördögöt. A másik, ami igazi probléma, és látszik jól a magyar adatokból, az a stratégiai gondolkodásnak az irány. Tehát az, hogy nincs tervezés, tehát nem ütemezik a jogalkotást, a költségvetést, és amit nagyon komoly vonnak lehet látni, elhangzott akár vélemény is, hogy több, illetve pilot projekt készült. A nagyszerű, nagyon örülünk neki, remek, hogy az Unió, ENSZ, Európa Tanács pénzeket használják, de azoknak a fenntarthatóságáról senki nem gondoskodik. Tehát egy ilyen projekttársadalom az látszik ebben a közönségben is, hogy működik, és sajnos nem tudunk még szerint tovább lépni. Tehát ebben változtatni kell, mert különben nem fognak változni a magyar májtek eredmények. És végül még egy dolgot felállítanék, ez különösen az oktatásnál is kritikus, de talán még máskor is. Ez az önkormányzati hatásköröknek a bizonytalansága. Tehát nincs eldöntve, most jogászként persze tudok válaszolni rá, hogy szerintem mit jelent az, ami jelen lévő a jogszabályozat, de éppen most az önkormányzati rendszer átalakításában van talán egy fontos lehetőség, hogy eldönteni, hogy most az önkormányzatoknak a migrációs politikában, az integrációban komoly lapot akar osztani a kormányzat legyen. Tehát, hogy mik azok a hatáskörök, amelyek, ha változatlanul az önkormányzatok kezében maradnak, akkor hát borzasztó nehéz lesz javítani ezeket az indexeket, vagy ehhez feltételeket teremteni, képezni őket, költségvetési forrás, normatívát tenni, ilyen finanszírozást. Tehát amíg ez ilyen bizonytalan marad, addig bármennyi jó szándék is gyülemlik föl, hogy azokban, amik esetleg vizsgálják ezeket, a tanácsokat adnak, nem fognak tudni eredményt elérni. Pontosan a legsúlyosabb pontokon, tehát a legtávolabb vagyunk a legjobbaktól, tehát azok, akik a legpozitívabb politikát folytatják. Köszönöm szépen, hogy abba vagyom, és délután remélem, hogy sikerül további vitákat. Őt nagyon szépen köszönjük a rendkívül alapos egyfelől áttekintését a MyPax adatoknak és kontextus helyezését, másfelől a helyenkénti kitekintést és meglepő és rendkívül izgalmas párhuzamok felvillantását egyéb kutatási eredményekkel. Harmadrészt pedig ezt a néhány javaslatot a végére, ami azt gondolom, hogy a délutáni beszélgetések alapjából szolgálhat, hogy megnézzük, hogy ténylegesen melyek azok a területek, ahol van értelme és van lehetősége a jelenlegi gyakorlat és jelenlegi szabályozás változtatásának. A napirendből is látszik, hogy nincsen most kérdések, válaszokra lehetőség, illetve pontosabban fogalmazok és kerülve a normativitás, nem most van a lehetőség a kérdésekre és válaszokra, ugyanis az eddigi témákkal nagyon alaposan és reményeim szerint kimerítően fogunk foglalkozni a délutáni szekciók keretében.
úgyhogy már csak egy tisztán van, mielőtt meghívom mindnyájukat egy közös ebédre, hogy néhány ügyrendi kérdésben átadjam a szót Dió Ágotának, aki valószínűleg egyébként a kapcsolatban van nekünk pár szót. Igen, én ilyen teremkérdésekkel szeretnék most foglalkozni, hogy a munkaerőpiaci mobilitás szekció az itt lesz a programtal eltérően, és itt fogunk szinkrotolmácsolást biztosítani. A többi az oktatási szekció a jelzett helyen a 309-es teremben, az antidiszkriminációs pedig az 509-esben lesz, ezek magyar nyelvű szekciók, nincsen szinkrotolmácsolás. Ez az egyik, amit szerettem volna mondani. András már jelentette, hogy megszülettek a magyar nyelvű kiadványok, ennek nagyon örülünk, így az utolsó pillanatban. Ezeket föl fogjuk vinni a különböző szekciókhoz, videóról lesz elég példány, és ott fogjuk kiosztani. Amennyiben valakinek muszáj elmennie rögtön ebéd után, de gondolom, hogy ilyen nincs emelet között, ők pedig a regisztrációs asztalnál tudják ezt elvenni. És van nekem még cserébe egy kérésem, hogy mindenkinek a papjában van egy értékelő lap, és nagyon szeretnék kérni önöket, hogy ne menjenek el úgy, hogy ezt nem töltik ki. Ez egy az Európai Bizottság által finanszírozott projekt. Muszáj az eseményeinkről nagyon fontos visszajelzést adnunk, hogy nagyon kérem önöket, hogy csak úgy menjenek el, hogy ezt kitöltik, és bármelyikünknek oda lehet adni, esetleg a regisztrációs asztalnál leadni. Jó, nagyon szépen köszönöm, és várjuk önöket szeretettel az ebédre és a következő szekciókra. Köszönjük, és jó étvágyat mindenkinek, 2-kor folytatjuk.